Üdvözöllek benneteket a Dress to Impress játékban, kijött a Halloween-i update október 19-én, és ezt szeretném nektek bemutatni. Egy gyors check, mennyire jól néz már ki ez az update-es, nem is tudom, információs tábla, hívjuk így. Én azóta nem játszottam vele, viszont most itt az idő, hogy egy kicsit körbenézzek. Azt mondja, hogy új lobby érhető el, azt a mindenit, igen, és 7 új, mi ez? Alternating obbies. Wow, ez nem tudom, hogy mit fog takarni pontosan. Aztán új halloweeni kifutó. Akkor van egy ilyen, ezt a szót nem ismerem, hogy ez milyen kifutó, de meg kell nézni. Átalakított. Átalakított normál kifutó, illetve átalakított öltözőfülke. Annyira sok az újdonság, hogy már fél órája csak ott tartok, hogy felolvasom nektek. Mi ment el a háttérben? Nagyon sok minden van. Ismét egy játék ajánlással érkezem számotokra, ami nem más most, mint az Overcooked 2, ami egy olyan játék, ahol főzni kell, és mindezt időre kell megtennetek. Nagyon jókat játszottunk vele régebben a srácokkal, szóval nektek is tudom ajánlani. Ráadásul láthatjátok, hogy nagyon kedvezményes áron tudjátok beszerezni. Hogyha a vásárlás mellett döntötök, akkor pedig ne felejtsétek el használni az Enebás linkjeim egyikét, amit megtaláltok ennek a videónak a leírásában. Az árakon felül pedig ne felejtsétek el megnézni az eladóknak az értékeléseit is, hiszen ez is nagyon fontos. Az Eneba pedig kiváló Trustpilot értékeléssel rendelkezik, szóval biztosak lehettek abban, hogy jó helyen vásároltok. A videó leírásában pedig megtaláljátok a linkjémet, amit korábban is említettem, hogy úgy gondoljátok, hogy ez a játék tetszik nektek, és szeretnétek ti is kipróbálni. Akkor nézzük meg, mert sok időnk nem marad, 50 másodpercünk van, hogy is néz ki. Mikor felszedem ezeket, akkor megváltozik, tehát megváltozott a dollárok felszedésének az animációja. Itt bejött egy teljesen új, hát nem is tudom, ilyen szekrénysor, majd ezeket is meg fogjuk nézni, eléggé jól néz ki. Hoppá! Itt van egy lépcső, itt vannak az öltöző fülkék. Mi a fene? Mi? Ez teljesen megváltozott itt minden, oké. És akkor azt mondja, hogy itt is sokkal nagyobb lett a tér, tehát hogy nagyon durván kibővült. Még gyorsan elmennék ide, és akkor megnézném a VIP-t, itt nem tudom, hogy ez micsoda. Azt az eget de jól megcsinálták, te jó ég! Nagyon sok halloweeni cucc bejött, és itt is vannak plusz roomok. Jaj, közben a macskák kaptak kaját. Na nézzük meg a kifutót, azt mondja, hogy a kifutó is egy kicsit változott. Wow, nem is kicsit, hanem nagyon. Azt sem tudom, hogy mi volt amúgy a téma Rainforest. Jó, itt vannak tökök elrejtve a háttérben, illetve új, nem is tudom, fák, növények, dekorációs elemek, a szín is megváltozott, ugye ez régebben rózsaszín volt, most lila, szóval nagyon-nagyon sok újdonság bejött a játékba. De és ez micsoda? Ezt nem értem, hogy ez itt alul ez micsoda. Ja, hogy ez elmagyarázza, hogy mi maga a téma, hogy a Rainforest, tehát az esőerdő téma, lehet tropikál, natur tematikájú outfit, zöld tónusokkal. Ennyire részletezi? Te jó ég! És ez micsoda itt? Be lehet állítani, nappali fények legyenek a játékban, vagy esti fények. Ez a betöltő képernyő is nagyon brutális. Ez most hol vagyunk? Úristen! Ez a lobby! Azt az eget! Azt a leborult! Mi a fene ez a lobby? Te jó ég! Hát... Wow! Mi a csuda! Ez brutál, ahogy kinéz. Hát én nem gondoltam volna, hogy ezt az egészet lecserélik. És ráadásul... ne! Lejár az idő, hát alig tudom ezt megnézni. Ez micsoda? Teleportolok. Na nézzük, hogy hova jutunk. Elvileg abban a játékban, amit itt a frissítésben is írtak, csak ott már azért nem olvastam végig. Na azt mondja, hogy... Itt van egy figyelmeztetés nekünk, horror elemeket fog tartalmazni, mitológiai connections, oké, és referenciákat. Ez meg is van, el is fogadjuk. Mi a csudi ez itt? Tehát, hogy valaki mondja már meg, chapter 1, 8 játékos, chapter 1, jó, akkor én ide bejövök. És ez mi? Hát kíváncsi leszek, mert ugye a többi játékos nem nagyon jön ide. Jó lenne azért. Oké, tehát 2/8. Közben lejárt a felvételem.
Szóval a lényeget nem vette fel, természetesen jókor állt le a felvétel. Ennek a játéknak az a lényege, hogy meg kell találni Lanának a gyermekkori otthonát, mielőtt besötétedik és lejár az idő. 43 másodperc, én itt fogok megdögleni. Nem tudom, milyen szörny hangokat hallok, ez micsoda? Nem tudom, hogy hova lett a másik illető. Szörny hangok mindenhonnan, fél percem van, és nem találtam semmit. Hát ez csodálatos, ez szuper. Nagyon örülök neki. Szívem dobog. Á, nem lesz itt semmi. Erre már nincsenek lámpások sem. De itt van egy. 10, 9. Most amúgy miért szivat engem? Tehát, hogy attól még nem lesz jobb. Á, és most mi lesz? Ennyi? Meghaltam. De jó, hát ez csodálatos volt ez a játék. Jó. Hát ez... Most mi a fene? Ennyi volt? Ez most komoly? Egyedül én jöttem ide játszani? De mi... Jó. Próbáljunk már valami értelmet keresni ebben az egészben. Tehát, hogyha mondjuk egy helyre megyek, egy irányba, akkor csak lesz esélyem, nem? Menjünk erre. Megnézzük ezt az utat. Futi. Merre futi? Erre futi. Úristen, hát esélyem nincs megtalálni. Honnan tudjam, hogy merre kell menni? De tényleg honnan? Honnan szűjjem meg? Nem biztos, hogy ez egy jó irány. És Lana itt lakott. Itt. Nézzetek már körül. Biztos, hogy jó irányba megyek, itt már nincsen semmi. Lámpa, meg ilyenek. Nagyon meg fogok ijedni. Jó, itt van egy lámpa. De itt miért volt ez? Megtaláltam a házat! Mi van? Másodjára sikerült? Ez a háza, nem? Fel tudok itt menni? Mi? Micsoda, mi az, hogy you are lost? Ne már! Ez nem a háza volt? Azt hittem, ez a háza. Átvertek. Megint meg fogok dögleni. Hát ez nem jött össze. De én ezt a házat, én itt maradok, jó? Megtaláltam. Ez a gyerekkori háza. Sajnálom. Ide feljövök. 10 másodpercem van. Itt, de elbújok, az kész. De ez a felirat nagyon azt jelzi, hogy amúgy én tényleg meghalok. Mindjárt kiderül, szerintem az amúgy gatya. Hát ezt nem hiszem el. Van egy ötletem egyébként ehhez. Mit szólnátok ahhoz, hogyha én ezt élő adásba a segítségetekkel, ez mi volt? Megkeresném. Mert én ezt így nem fogom megtalálni. És konkrétan semmit nem találok. Menj már. El fogok veszni. 8, 7, 6. Á, gatya. Ja, megdöglök. Maradok a lámpánál. Jó, ezt élőadásban, jó? Mit gondoltok? Írjátok meg kommentbe. Nézzük is meg akkor ezt a csodálatos lobbit, amit még tudunk belőle megnézni. Mert hogy ez eléggé hatalmas. Aha, itt van ez, jó. Itt van egy Obi 3. Blueberry Easy. Ez micsoda? Jaj. Ne! Az Obit! Az Obi... Jó, oké, mindegy. Ma jobban körülnézünk, hogyha lesz az élőadás. Szóval, Grace with Pearls. Oké, ez a téma. Hát megmondom őszintén, hogy sok minden nem jut erről eszembe. Nyilván a gyöngyök jutnak eszembe. Aha, itt van ilyen gyöngyös kiegészítő. Ez, aha. Csak egy kicsit körbe akarok nézni, hogy a többiek mi alapján... Jaj. Mi alapján öltöznek fel. Mindegy, gyorsan rakok magamra egy bőrszínt, és akkor hát kipróbáljuk ezeket az új ruhákat, amin, mintha úgy néznek ki ezen a ruhán, hogy van valami gyöngyös dolog, bár ez inkább
Hát ez nem gyöngy, mindegy. Na, aha, nem, maradjon a fekete. És akkor talán, hát inkább ilyen bordót választanék. Ez nem tudom, hogy mi volt. Ez nagyon jól néz ki. Legyen inkább feketében. És ez mi? Aha. Hát nem tudom, ez milyen színű legyen szerintem. Vagy bordó, vagy fekete. Legyen fekete. Oké. Mondjuk ez egy kicsit ilyen szadós jelmez, de jó lesz ez. De jó, találtam ilyeneket is. Igen, és akkor még valami gyöngyös dolgot kéne felvennem. Hát nézzük már meg, osztom mindenit ezeket az új dolgokat. Jó, ez maradt fekete. Ez mi? Ez is fekete? Akkor ez egy ilyen bordó? Hát ez lehet szerintem teljesen fekete. És hogyha ilyen aranyszínű lenne? Legyen ez az ezüstös. De ebből... Azt a mennyi új minta! Jó, ugye ezzel lehet piroskásat játszani. Ó, és akkor ezt is lehet ugye beállítani, ahogy mondta is a frissítés, a kedvencek közé. Be lehet ezzel így tenni, de nem tesszük be. Ne, most hova lett? Nem akarom a kedvencek közé betenni, vagy hogy van ez. Más szeretnék neki, más szín. Én ezt kiveszem. Jó. Szerintem valami egyszerűbbet kéne, nem? Ez túl sok most így. Ez egész jó. Na ez jó. Így jó. Oké. Király, jöhet a smink. Mi látszik ki? Hát nézzük meg ezeket az új kiegészítőket. Nagyon kíváncsi vagyok rájuk. Gondolom ez a bordó. És akkor a fülbe való. Második lesz a bordó. Oké. És ez mi? Oszta! De menő. Hát ez nagyon menő. Szerintem én ezt hagyom így, ahogy van. Kellene nekünk egy smink. Igen. Hát ezek az új cuccok nagyon jól néznek ki. És akkor jöhet a smink. Na milyen sminkek vannak? Wow! Én ezt... Úristen! De jók ezek! Te jó ég! Úristen! Ezek brutálisak, legyen ez. Kell nekünk gyorsan még egy haj. De jó, az ilyen jokeres. Atya világ, de jól néz ki. Hát esetleg egy ilyet. Ó, nagyon jó! Te jó ég! Nagyon el vagyok ájulva ettől az egésztől. Azt de jó! Mi a fene? Azt de jól megcsinálta! Na jó, legyen ilyen, és ez legyen fekete. Uramisten, a dizájn ki lehet választani. Hát ez brutális. Ez brutális. Erre nem tudok mit mondani, csak az, hogy ez elképesztő. Azt ez micsoda? Van ilyen paletta is. Jaj, de menő. Köszönöm. Hol a harisnya? Itt kell lennie, ez a harisnya, ha? Nézzük csak meg a harisnya mintát. Mik vannak itt? Jaj. Hát, nem is tudom. Lehet, hogy én ezt levenném gyorsan. Jó, oké. Hát ez van, ennyit tudtunk. Lehet, hogy amúgy a témához annyira nem illeszkedek, mert mindenki ilyen fehéret meg... Hát jó, gyöngyöset választott, de az enyém is amúgy... Van gyöngy rajtam, ugye? Annyira elvesztem ezekben a halloween-i kiegészítőkben, hogy nem bírtam magammal. Hogy csinálta meg a haját? Erre rá kell nekem is jönni, hogy hogy lehet, hogy így mozogjon. Hát erre is megy egy 3. Aha. Most már értem a témát, tehát, hogy ilyen gyöngyökkel megállott, vagy nem is tudom. Gyöngyökkel kiegészített ez a grace, de ezt lehet többféleképpen is fordítani. Gyöngyök kecsessége? Hát végül is én is kecses vagyok, igaz? Úgy nézek ki, mint valami gótpiroska, de hát mindegy. Ejjjj, lesz ebből a baj. Tuti kiakadnak. Aha, értem már a témát, jó, oké, szerintem elrontottam. Na, ezek a gyöngyök, tehát, hogy ezért megy is amúgy a 3. Gondolkodom a 4-en, lehet, hogy a 4 kéne. És kellene nekem egyébként új... Na, sejtettem, hogy pont most fogok jönni. Tuti utolsó hely. Mehetünk, hello! Tuti beszóltak, hogy ez nem a téma, oké. Értem! Itt nincsenek gyöngyök. Hát amúgy ez se lett rossz, 2. Na most már megpróbálok tényleg amúgy odafigyelni a témára, mert valljuk be ez. Hát jól megkaptam, nem nagyon tartozott a témához. Hát ezekem nem tetszik annyira. Persze, csinálj meg minden, de hogy így, tök jó. Jaj, de cuki vagy, megy is az 5 csillag. Oh my god, thank you. Iratkozzatok fel, Ajdára léci, jaj, de cuki vagy, köszönöm szépen. Oh my god, hát kiutálnak minket srácok itt a 3. Uramisten, köszönöm szépen. Na nézzünk csak körbe itt, atya, gatya, gyorsan begyűjtök pár dolgot.
Nézzünk már jobban körbe, hogy itt hova lehet menni, és hova nem. De aztán mindenfele lehet. Ó, és itt is fel lehet menni, szerintetek nem. Nem lehet felmenni az elvarázsolt kastély tetejébe. Legalábbis még nem jöttem rá, hogy fel lehet, de nem. Az ajtó zárva. Na itt van egy obbi, ami eléggé nehéz. Na, ez jól sikerült. Most így, na, hogy kell kijönnöm? Ez mi? Lobby build by. Ó, oh, Moto Princess itt van. Le a kalappal, elképesztő amúgy. És itt hogy kell menni? Ne. Na, váltok. Ne! Megint elrontottam. Nem, nem jelölök, tudjátok, srácok, hogy nem szoktam jelölni. Hát ez tényleg rohadt nehéz, várjatok már. Oké. Okay. Ne! Banyek! Pedig végre azt hittem, hogy sikerül. Na, csík! Most akkor rá fogok keresni, hogy a csík az milyen stílus. Az igazából ilyen régi slang a 80-as, 90-es évekből, hogy ilyen csibe. És abból alakult ki egy ilyen outfit, egy stílus. Szóval, hogyha jól gondolom. Hát ez ilyen nőc is. Én inkább azt mondanám, nem? Csík style. Na nézzük csak meg. Ja. Hát ez lehet aztán többféle is. Jó, megpróbálok ilyen ruhákat keresni. Nem tudom, hogy melyiket válasszam. Nektek ebből szerintem nem vágok be, mert tényleg nagyon sok van. Igazából ilyen nőc is. Kicsit talán ilyen irodai elegáns, de inkább elegáns. Azt mondja, hogy egy ilyet szerintem felrakunk. Igen. Ilyen színben, ilyen bézs színt fogok választani. Szerintem egy kicsit barnább színt választok bőrszínre, és mindenképpen kell nekünk egy jó kis haj. Én hullámos hajra gondoltam. Hát figyeljetek, akár ez is lehet tökéletes, és ez sötét barnában. Amúgy én magamon nagyon elképzelném ezt a hajszínt, de kicsit félek már. Mindenki azt mondja így a baráti társaságból, hogy nekem a szőke az, ami jól áll. Hát... Na, nézzük csak meg. Aha, nagyon jók amúgy ezek az új sminkek, szóval nagyon nehéz lesz. Ez tökéletes ehhez szerintem, ez a kinézethez, és akkor jöhet a köröm. Az legyen barna, és hát azért ne legyen elég extrém, hanem egyszerűen csak egy sima, szerintem egy ilyen square tökéletes. Jó. Oké, ezzel meg is vagyunk, és akkor kell nekünk egy nagyon elegáns kinézet. Tehát, hogy ilyesmire gondolok, mint itt fenn a sarokban ez, amit ugye most mutatok nektek. Valami ilyen nadrág kéne, amilyen bugyos. Azt a sárgát meg kéne szerezni, mert abban nagyon kevés van. Jó. 4864-en van, és hát az ugye nem annyira sok. Egy kicsit jobban bele tudunk merülni itt a VIP babe. Amúgy lehet, hogy egy ilyet is választok. És akkor az lehet mondjuk ez. Aha, nem rossz. És úristen, ezek a halloweeni cuccok, hát ez valami elképesztően király. Azt az eget. Van ilyen laptop, hagyjál már. És ezek micsodák? Azt a mindenit. Jó telefon, az is kell. Tökéletes, ez a barna szín nagyon-nagyon tetszik nekem. Imádom öltözködésben is, bár azt mondják, hogy ez nem az én színem, bár ez engem annyira nem izgat, mert nagyon szeretem ezeket a színeket. Jó, viszont kellene nekünk egy nadrág, amit itt nem fogom megtalálni sajnos, mert egyszerűen nem olyan. Itt talán a cipőt találhatjuk meg. Most ez a nagyon menő, trendi egyébként, ez az UGG cipő. Ja, és amúgy, ha tudtok kódokat, mindenképpen írjátok le nekem, mert hát már jól jönnének a kódok. Oké? Oké, yes. Na, kell nekünk egy nadrág, mert jelenleg puciassággal járkálunk itt. Úgy lehet, hogy ez az uxus nem a legjobb döntés, de mindegy. Aha. Hát, legyen ez inkább. És akkor ezt az uxot összevesszük. Ha sajnos ez a sethez nem megy, kell nekünk egy öv is. Mert az övet ezt annyira nem szokták manapság. De jó, itt egy Nintendo Switch-szerűség használni. Na, hol az öv? Nincs öv. Hova lett az öv? Jaj, le fog járni az idő. És még nincsen rajtam cipő sem. Szerintem én ezt választom. Jó, és akkor kell nekünk egy öv. Hol az öv? Az itt volt oldalt. Ó, igen. Jó, és akkor ez. Ez szerintem eléggé jól néz ki.
mert ez egy kicsit rövid ehhez a kinézethez. Az a baj, hogy olyan nadrág, amilyet én szerettem volna, most nem jött eszembe ennek a nadrágnak a neve, de olyan nagyon nincs a játékban, tehát hogy úgy egy kicsit nehéz. Úgy egy kicsit nagyon nehéz, mindegy. Hát most már ez van, ez maradt. Azt a sárgát nem tudtam felvenni. Hát ez annyira nem sik. Szóval sajnos én neki nem tudok adni, csak egy csillagot. Én is megkaptam, hogy ez nem kapcsolódik a témához. Hát ez max 2 csillag nálam. Itt vagyok én. Nem lett rossz, de kicsit rövid a felső. Hát ezek a pózok nem az igaziak. Szerintem ez se kapcsolódik a témához, szóval egy csillag. Na, erre már azért adok egy 3 csillagot, mert itt legalább valami sikességet látok, de itt se nagyon. Lehet át kéne mennem egyébként egy másik szeróra, de az szerintem nem most ebben a videóban lesz, mert már így is elég ilyen kavalkád lett ez a bemutató. 2 csillag. És azért kavalkád, mert annyira sok újdonság bejött a játékba, hogy egyszerűen nem tudtam hirtelen, hogy mit mutassak meg nektek, de most már nagyjából összeállt a fejemben, hogy ez hogy is lesz. Ebben a videóban úgy egy ilyen kis ilyen falatkát láthattatok ebből az egész újításból, és akkor a héten majd több rész is kijön, erre adok egy 4-et, mert ez tetszik, és lesz majd ugye élőadás, azt nagyon-nagyon szeretném, ott megpróbáljuk megcsinálni azt a horror kiegészítőt, illetve ugye az obbikat gyakorolni. És hát meglátjuk, hogy lesz a többi, de szerintem videóba fogom nektek elkészíteni, így jobban ezeket a kiegészítőket bemutatni. Ez egy 3. Wow, 3. lettem, nagyon szépen köszönöm, és mennyire jól nézünk ki. Nagyon jók ezek. Na, 17. Az egész jó szerintem. Az egész jó, és akkor várjatok, itt csinálok egy képet. Ezzel lettem 3. Nice. Na jól van, srácok, nagyon szépen köszönöm. Ezt az ízit meg kell próbálnom, várjatok. Gyorsan ennek a végére hagyj menjek el. Oh my god, kagylókon ugrálva. Amúgy lehetett volna mondjuk falevél is. Jól van, na nem szólok be, jó? Így is tök jó. Na itt vagyok, ez az. Kicsit én is hagy szedjek már fel. Hát ez jól sikerült. Na srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok a mai videóban. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Igyekeztem minden újdonságot egy icipicit így bemutatni nektek. Ugye az obbikat, hát ebből csak ezt az ízit tudtam eddig megcsinálni, illetve ugye a plusz játékokat azt nem tudtam befejezni, azt élőadásban fogom valamikor a héten, és azt majd előre be fogom időzíteni, szóval nem fogtok róla lemaradni, és majd várlak titeket sok-sok szeretettel rá. Közben itt elkezdődött, de ezzel ne foglalkozzatok, ugye az új cuccokat is majd igyekszem bemutatni egy másik külön Halloween tematikájú videóban, bár ez is egyébként ugye a Halloween update-ről szól, de hát ugye nem olyan témák jöttek be sajnos. Ez a téma pont olyan lenne, de most már kifutottunk itt az időből. Holnap érkezem majd új videóval, és akkor az Halloween tematikájú lesz, legalábbis én úgy tervezem. És hát köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, és írjátok le kommentbe, hogy nektek egyébként hogy tetszik ez az új Halloween update. Sziasztok!